Beszéljünk akkor az áruátvétel fajtáiról. Ugye van a mennyiségű áruátvétel, van a szúrópróbaszerű átvétel, érték szerinti átvétel, van a tételes áruátvétel, van a minőségű áruátvétel és a vakáru átvétel. Ismételjük ezt még egyszer, és akkor beszélünk róla bőven. Tehát mennyiségi áruátvétel, szúrópróbát, áruátvétel, érték szerinti áruátvétel, tételes áruátvétel, minőségi áruátvétel és vakáruátvétel. Beszéljünk akkor róla bővebben. A mennyiségi áruátvétel ugye olyankor ellenőrizni kell az áru bruttó súlyát, a darab számát, valamint az áru nettó súlyát is. Tehát ez a mennyiségi áruátvétel, illetve még az áruátvétel során a göngyölegeket, csomagolóanyagokat is át kell venni, mivel ezek is igen jelentős értéket képviselnek. Tehát ez a mennyiségi áruátvétel, amikor ellenőrizni kell az áru bruttó súlyát, darabszámát, az áru nettó súlyát, és a göngyöleget is át kell venni, hiszen ezek is igen jelentős értéket képviselnek. Illetve van még szúrópróba átvétel, tehát szúrópróba áru átvétel, amikor az áru megérkezik, de csak véletlenszerűen kiválasztott termékeket nézünk át. Tehát ez a szúrópróba áru átvétel, amikor az áru megérkezik, és csak úgy véletlenszerűen kiválasztott termékeket nézünk át. Érték szerinti átvétel, tehát a számlán feltüntetett egységáraknak meg kell egyezniük a megrendelésben szerepeltekkel, valamint az egységárak és a mennyiségek sorozatainak, valamint a szorzatok összegeinek helyesnek kell lenni. Tehát ez az érték szerinti átvétel, amikor az értéket nézünk. Tehát számlán feltüntetett egységáraknak meg kell egyezniük a megrendelésben szerepelt árakkal, valamint az egységárak mennyiségének és szorzatainak is meg kell egyezni. És helyesnek kell lennie. Tehát az érték szerinti átvétel, amikor értéket nézünk. Van még tételes áruátvétel, amikor ugye az áruátvétel során minden darabot át kell nézni, tehát az a tételes. Tehát a tételes áruátvétel az, amikor mindent megnézünk. Minőségű áruátvétel, ugye annak során ellenőrizni kell, hogy a megrendelt áru megfelele a megrendeltnek, illetve a minőségi előírásoknak. Az ellenőrzés történhet érzékszervi vizsgálattól, szaglás, ízlelés, tapintás, de a minőség megőrzési időtartamot és a fogyaszthatóságot is ellenőrizni kell. Tehát minőségi áruátvételnél kell nézni a minőség megőrzési időt és a fogyaszthatóságot is. Az a minőségi áruátvétel. És az utolsó, ugye a vakáru átvétel. Tehát áruátvételkor külön áruátvételi jegyzéket kell a termékekről felvenni, amit utólag egyeztetnek az árut kísérő dokumentumokkal. Tehát ez a vakáru átvétel. Tehát az, amikor nem nézem a árut kísérő dokumentumot, hanem fogom, és én magam készítek az áruátvételi jegyzéket a termékekről, feliragatom magamnak, majd összehasonlítom az árut kísérő dokumentummal. Tehát azt jelenti a vakáru átvétel, hogy nem nézzük az árut kísérő dokumentumot, hanem mi készítünk egy jegyzéket, amit a termékekről felveszünk, és majd később összehasonlítjuk az árut kísérő dokumentummal. És nagyjából szerintem ennyi is lenne az áru átvétel fajtái. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, és további jó tanulást kívánok!